Hölgyeim és uraim, köszöntöm Önöket! Ladies and gentlemen, I welcome you. Budapesten, Magyarország fővárosában van egy különleges ház. In Budapest, the capital of Hungary, there is a special house. Ez egy borzalmas ház. A horrible house. A belváros szívében magasodik. It stands in the heart of the downtown area. Arról híres, hogy az 50-es évek kommunista terrorjában az államhatalom privilégiei idehozták be azokat az embereket, akik politikailag gyanúsak voltak. It became infamous as the place where during the communist terror of the 1950s, the government thugs brought in politically suspicious people. A ház nyírkos pincében több száz embert vertek félholtra, vagy kínoztak halálra. In the dank basements of the building, they beat hundreds of people nearly to death or tortured them to death. A ház ma múzeum. Today, the house functions as a museum. A falán, körbe-körbe, fekete-fehér fényképek vannak kiszögezve. Black and white photographs are hung on its walls. Arcok. Faces. Azoknak az arcai, akiket a diktatúra ölt meg. Faces of people killed by the dictatorship. Vagy akik a diktatúra ellen ragadtak fegyvert, és mártírhalált haltak. And those who took up arms against the dictatorship and died as martyrs. Néha elsétálok arra. I sometimes walk past the building. Nézem az arcokat. I look at the faces. Fiatal nők, férfiak, nyugdíjasok, alig serdült kamaszok. Young women, men, pensioners, young teenagers. Belenézek a szemükben. I look into their eyes. És látom apám szemét is. And I see my father's eyes as well. És arra gondolok, hogy ők az életüket adták értem. And I am reminded that they sacrificed their lives for me. Értem, és az országomban élő 10 millió magyarért. For me and the 10 million Hungarians living in Hungary. Azért, hogy mi már szabadságban élhessünk. Their sacrifice contributed to our freedom. Megtiszteltetésnek tekintem, hogy a magyar kormány képviseletében itt Los Angelesben én nyithatom meg a 16. Magyar Filmfesztivált. In representation of the government of Hungary, it is an honor for me to open the 16th Hungarian Film Festival here in Los Angeles. Hogy a magyar film jó, azt gondolom már tudják. You are probably well aware of the quality of Hungarian film. Kétszer is elnyertük a legjobb külföldi filmnek járó Oscar-díjat. We have twice received the Academy Award for Best Foreign Film. A másodikat épp idén Nemes László drámájával, a Saul fiával. The second was won awarded this year for László Nemes's drama, Son of Saul. A magyar filmművészet egyik legnagyobb érdeme, hogy emberi arcot képes adni az elvont dolgoknak. One of the greatest achievements of Hungarian cinema is its ability to lend a face to abstract ideas. A terrornak, a kiszolgáltatottságnak, a félelemnek, a szerelemnek és a fájdalomnak. To terror, vulnerability, fear, love and pain. A ma esti alkotás, Goda Krisztina Szabadság Szerelem című filmje szintén ilyen. This evening's screening, Krisztina Goda's work, Children of Glory, is such a film. Emberi arcokon át mutat meg egy forradalmat, amely épp 60 évvel ezelőtt tört ki, és bukott el Magyarországon. Its theme is the Hungarian Revolution, which erupted and was suppressed 60 years ago, narrated through human faces. Fiatal arcokon, egyszerre hősies és kettétört sorsokon tükröződik vissza egy szabadságharc, amely mindössze néhány napig tartott, mégis képes volt megrengetni a világot. The young faces, their heroic deeds and shattered lives reflect the revolution that lasted for only a few days, yet shook the world. Azt a forradalmat a kommunista diktatúra tankjai vérbe folytották. The revolution was crushed in blood by the communist dictatorship. 200,000 magyar honfitársunk menekült külföldre. 200,000 Hungarians fled abroad. Közülünk 35,000-en éppen itt, az Egyesült Államokban találtak hazára. 35,000 of them found a new home here in the United States. Az 56-os magyar forradalommal akkoriban tele volt a világ sajtó. The 1956 Hungarian Revolution received vast coverage in the world press at that time. Az utcai harcokban főszerepet játszó, alig 10 éves pesti srácok egyike a Times magazin címoldalára került, mint az év embere. A leading figure in the street battles, a team member of the Budapest Freedom Fighters, was chosen as Time magazine's Man of the Year. Azután csend lett. Then silence followed. Sokáig.
For a long time. Több mint három évtizedig. For more than three decades. Végül 1989-ben jött a berlini fal leomlása, a kommunista rezsim bukása. Then, in 1989, the Berlin Wall and the communist regimes collapsed. Jött a rendszerváltás. The transition began. Eljött a szabadság. Freedom arrived. Azt hiszem, kevés ország van a világon, ahol a szabadság egyéni és kollektív szinten is annyira magától értetődő lenne, mint Egyesült Államokban. I think that both on an individual and collective level, there are few countries in the world where freedom is considered such an inalienable right as in the United States. Ez az önök országának egyik építőköve. It is one of the building blocks of your country, America. A magyaroknak azért sokat jelent, hogy a mi hat évtizeddel ezelőtti harcunkat az elnyomás ellen most megmutathatjuk önöknek. It is therefore important for Hungarians to be able to present you with a film that shows our fight against oppression 60 years ago. Kérem, fogadják a ma esti filmet és az azt követő egy hét alkotásait nyitottsággal és bizalommal. Please enjoy the evening's film and the other screenings of the week with openness and positive expectations. Kérem önöket, nézzék az arcokat. I ask you, look at the faces. Nézzenek a forradalom szemébe. Look into the eyes of the revolution. Biztos vagyok benne, hogy a szétlőtt utcákon, a romos bérházakban és a nyírkos börtöncellákban találkozni fognak azzal, amin nem fog sem az idő, sem a távolság. I am confident that your cinematic encounter with the shelled streets, devastated apartment buildings and dank prison cells will signify their timeless, borderless meaning. Találkozni fognak az emberi nagysággal, a hősiességgel és az egyetemes szabadságvágyjal. You will see glory, heroism and the universal desire for freedom. Kívánom, hogy ezt az érzést mindannyian átérezzék. I hope you can all feel this with us.